Garab Győző vagyok, biofizikus. Tehát 1948. január 1-én születtem. Édesanyám postahivatal vezető volt Szomódon, ahol én születtem. Édesapám pedig jegyző volt. Azt hiszem akkor már nem lehetett jegyző, akkor már Bélislás volt, mint jegyző. Bár élete végéig a faluban jegyző úrnak szólították. Édesanyámnak rengeteget köszönhetünk, én voltam a harmadik gyermek a családban, de édesapám korán beteg lett, és azután kényszernyugdíjazták. A járási tanácsnál dolgozott egyébként pénzügyi előadó, miután a Bélistáját letörtötte. Így édesanyám mindhármunkat, a nővéremet is, meg a bátyámat is, akik szintén nagyon jó pozíciót töltenek be, amit töltöttek be, mint addig, amíg nyugállományban nem vonultak, tehát mindhármunkat kitanítatott. Egyébként mind a hárman Szomódon, egy Tata melletti kis falu, ott jártunk általános iskolába, amire nagyon szívesen emlékszem vissza a mai napig. Az első tanítónőmre talán azt szeretném megemlíteni, Kovasinszki Erzsébetnek hívták. Arra is emlékszem, hogy amikor az első farsang jött, akkor fölmerült az a kérdés, hogy ki minek öltözzön. És nekem azt mondta a tanítónőm, én emlékszem, a fülembe súgta, hogy én tudósnak öltözzek, és csinált is nekem egy ilyen, valószínűleg az ő kék köpenyéből, meg egy ilyen süveget csinált, ami mindenféle csillagok voltak. Egyébként egy ideig tényleg csillagász is akartam lenni, aztán ettől ugye eltérültem. Na lényeg az, hogy egy boldog gyermekkoromat töltöttem, bár hát nem egy nagy gazdagságban ott Szomódon, de azt hiszem azért viszonylagos jólétben, ami tényleg elsősorban édesanyámnak köszönhető. Hát akkori viszonyok között és egy falusi viszonyok között. Közben hát Tatára is elég sokat jártunk, zeniskolába jártunk, mindhárman zenét is tanultunk. Utána a Tatai Eötvös József gimnáziumban érettségiztem, nagyon nagy szerencsém volt, ott egy kitűnő osztályban kerültem. Tényleg akkoriban egyrészt az Eötvös gimnázium egy nagyon jó gimnázium volt, és azon belül is az osztályunk az mindig vagy az első, vagy a második volt az egész gimnáziumban, és hát a mai napig is nagyon kapcsolatban vagyok az osztálytársaimmal, illetve hát mindenki az osztályon belül tényleg összetart, és rendszeresen találkozunk. Valamikor ugye a másodikos vagy harmadikos korunkban volt, illetve minden évben volt egy-egy úgynevezett iskola kirándulás, amikor az egész iskola fölkerekedett egy vonatra, és különböző Magyarország különböző pontjára elmentünk kirándulni. Egy ilyen kirándulás az éppen Szegedre vezetett. Akkor nekem nagyon megtetszett Szeged, és bár elég sokat jártunk Budapestre is, volt többek között a gimnáziummal opera bérletünk, ezzel együtt is nekem, ahogy később egy amerikai barátom mondta, vagy fejezte ki, hogy kisvárosi a lelkem, tehát sokkal szívesebben választottam Szegedet, és hát így Szeged lett a választott városom, oda jelentkeztem egyetemre. Akkor azt gondoltam, hogy egy matematika-fizika szakos egy szakos tanári diplomát fogok szerezni, de azután az első fél év után átcsábítottak fizikus szakra, ami hát lényegében kicsit megfelelt annak, amit én elképzeltem eredetileg. Talán még a gimnáziumra visszatérve tényleg az osztálytársaimban kívül Mészáros Zoli bácsira, az osztályfőnökünkre, Egressy Ernesztinára, Keller Gyurka bácsira szeretnék így megemlékezni, mert tényleg fantasztikus tanárok voltak, és emberileg is, Karakás Jánosra is, aki sajnálatos módon meghalt, Zoli bácsi is meghalt már azóta. Nagyon szerettük őket, és tényleg ők is, én azt gondolom, hogy nagyon szerették az osztályunkat, és általában bennünket. Tehát így kerültem Szegedre. Szegeden az első év után bekerültem az Eötvös kollégiumba. Hát ez az Eötvös kollégium Budapesten is van, igazából az országban két ilyen
kollégium létezett akkoriban. Ez, ha szabad ezt a szót használni, ez egy elit kollégium volt. Összesen 24-en voltunk az egész József Attila Tudományi Egyetemről, és csak és kizárólag tanulmányi eredmény alapján lehetett oda bejutni. Hát, mit mondjak, kicsit megilletődöttem, kerültem be oda, hogy a 23 tényleg okos ember, jogászoktól, bölcsészekig, matematikusoktól, vegyészekig, mindenki ott képviselve volt a legjobbából, és hát egyébként is fantasztikus emberek is voltak. Azt hiszem, hogy életem talán igazán egyik leginkább meghatározó élménye volt az a 4 év, amit én ott tölthettem az 5-ös kollégiumban. Hát így végeztem utána a fizikus szakon. Talán még annyi hozzátartozik a dologhoz, hogy a már másodéves koromtól diák köröztem. Másodév után először Kozma professzor úrnál, aki azóta Pécset lett egyetemi tanár, tanszékvezető, tehát először nála, majd pedig másodéves koromtól, másodév nyarától följártam a Műszaki Fizikai Kutatóintézetbe, az illetős fizikai kutatásokat végeztem, ugye diákként, és ennek megfelelően azután Szegeden is ilyen értelemben témát váltottam, és Szőlősi Lászlóhoz, Szőlősi Laci bácsihoz kerültem, akiket szintén hát nagy szeretettel tudok csak emlegetni. Mi voltunk egyébként az első fizikus évfolyam Szegeden, tehát ez Budó Ágoston indította el ezt az évfolyamot, és hát azóta is ugye fizikus képzés folyik Szegeden, tehát kutató fizikus képzés. Én azt gondolom, hogy mint első évfolyam ténylegesen el voltunk kényeztetve a szó legjobb értelmében, tehát odafigyeltek ránk, és hát az 5-ös kollégiumban is ez volt talán a legfantasztikusabb, hogy teljesíteni kellett. Nem volt szégyen az, hogyha valaki dolgozott, sőt egyfajta elvárás volt. Amellett természetesen mindenki nagyon sokoldalú volt, a zenétől kezdve a sportig, az irodalomig, és hát ahogy egy ilyen nagyon sokszínű társaság összejön, akikben van egyfajta értékközösség, az értékközösség valahol a munka, valahol a teljesítmény, valahol a tehetség elismerése, valahol az, hogy vannak értékes dolgok az életben, és hát ezt valahogy úgy egymástól tanultuk el, amellett persze, hogy az egyetem is azért azt gondolom, hogy nagyon mögöttünk állt, illetve az 5-ös kollégium, mint ugye azért gondoljunk bele, ez a 60-as évek vége, 70-es évek elején, 71-ben végeztem, azért ekkoriban egy ilyen elit kollégium az nem volt egy ilyen nagyon, nagyon népszerű dolog, mondjuk akár KISZ vagy egyéb berkekbe, vagy pár berkekbe, de az egyetem a kollégium mögé állt, és hát azt gondolom, hogy tényleg olyan neves támogatóink voltak, mondjuk csak a Szőke Falvi Nagy Bélát említem, aki európai vagy világhírű matematikus volt, vagy Hun Péter bácsi, aki a kollégium igazgatónk volt, a Grasszeli Gyula bácsi, mind a kettő egyetemi professzor, akadémikus, a Grasszeli Gyula bácsi és Szőke Falvi Nagy Béla is. Tehát ők igazából ezt a kollégiumi közösséget mindenféle szempontból támogatták, és hát a mai napig egyrészt ezzel a kollégiumi közösséggel tartom is a kapcsolatot, most is a Védneki Körnek a tagja vagyok, a baráti körünk is van, rendszeresen összejárunk, és hát tényleg meghatározó élmények, meghatározó barátságok születtek ebben a közösségben. Hát ugye miután szilárdtest fizikából diplomáztam, kissé meglepő módon, és hát azt gondolom, hogy olyan másodéves koromtól fogva talán nem szerintelenség elmondani, hogy számítottak rám a Műszaki Fizikai Kutatóintézetbe Sanda János csoportjában. De akkor nyílt meg 1971-ben a Szegedi Biológiai Központ.
én biológiával korábban nem foglalkoztam, ugyan kacérkodtam még középiskolás koromban azzal a gondolattal, hogy esetleg kutatóorvos legyek, de ez valahogy, ha valahogy nem, szóval nem ebbe az irányba indultam, mert végül is a matematika, meg a fizika az engem azért jobban érdekelt. De egyrészt a kollégiumon belül azért kaptam némi fertőzést a biológusoktól, vegyészektől, másrészt pedig, hát itt megint csak érvényesült egy kicsit Szeged vonzás ereje, különösen miután az ember ott eltöltött 5 boldog évet, ami hát tényleg fantasztikus volt, nagyon jó diákélet volt meg hát ebben a közösségben, amit itt említettem. Ráadásul a Szegedi Biológiai Központból a későbbi főnöknőm, Faludi Lánia Lánosnak hívták, sajnos 1986-ban meghalt. Akkor ő ugyanabból a munkacsoportból szeretett volna odacsábítani Szegedre egy spektroszkópust, amelyik munkacsoportban én tartottam. Miután ez úgy kiderült, és hát mondom részben a ottani barátaim, köztük például Szabad János barátom, aki azóta kitűnő biológia professzor lett az Orvos Egyetemen. Tehát az ő hatásukra belevágtam abba, hogy mégis inkább Szegeden maradok, és belevágok a biológiával. Ez kezdetben egy kicsit bonyolultabb lett, mint amire az ember számított, mert teljesen másfajta anyag, teljesen másfajta problémák. Ugye gyakorlatilag egy biológiai képzettség nélkül kellett belefognom, és hát a főnöknőm is biológus volt, és nem igazán a fizikai, nagyon, hogy mondjam, fizikai háttere nem volt. Nagyon szerette volna ezt a vonalat megnyitni, akkor ketten voltunk egy fiatal fizikusok, akik oda kerültünk a munkacsoportjába. És hát az első pár év az elég küzdelmes volt, azt hiszem kölcsönösen küzdelmes volt, nem mintha a bármi személyes konfliktusunk lett volna, de bizony az anyag az nem viselkedett, mint egy szilárd testanyag, tehát mondjuk belett az ember a polcról, és másnak megmérte az ugyanolyan volt, hát ezt egy biológiai anyagban nem lehetett megcsinálni. Szerencsére persze azért azzal, amivel én elkezdtem foglalkozni, azt még nem említettem, fotoszintézissel kezdtem el foglalkozni. Ugye a fotoszintézis az egy rendkívül érdekes terület, ahol gyakorlatilag mondjuk én időskálán, amikor szoktam mesélni erről a diákjaimnak, akkor el tudom helyezni, hogy mondjuk a 10-15 szekundumtól, ugye ami a másodperc, milliomod részén, mondjuk úgy, hogy a másodperc milliárd részének a milliomoda, tehát attól az időponttól mondjuk a 3,5 milliárd évig nagyon sokféle folyamat van, ugye a 3,5 milliárd évben kezdődött a Föld felszínén a fotoszintézis, amennyire ma tudjuk. Tehát ebben az időskálán, ami több mint 30 nagyságrend, azért nagyon sokféle olyan folyamat van, ami azért fizikusok kezében is való. Még azt kell mondjam, hogy majdnem nagyobb biológiai előképzettség nélkül. Nyilvánvalóan egy csomó biológiát meg kellett tanulni, meg az embernek meg kellett tanulni. Ez mondjuk az ötös kollégium után talán nem volt annyira nehéz, hogy egy respektusa volt az embernek a másik szakmája iránt, és hogy vannak érdekes problémák, és hát azokat érdemes meghallgatni, és azokat érdemes fölvetni. Egyébként ezt nem akkor, hanem sokkal később került kezembe a Feynmannak a You Are Surely Joking című könyve. Ez a bizonyára vicce van, hogy én a magyar fordítás, mert még azt angolul olvastam, annak idején nem is emlékszem a magyar címre. De a lényeg az, hogy ő leírja azt, hogy a biológiában, és ez az egyik szépsége a dolognak, nagyon könnyen lehet találni olyan problémákat, amik valós problémák, és még senki nem tudja rá választ.
fizikában nem ilyen nagyon egyszerű, ott azért nagyon sokan, tehát igazából akár a nagy energiájú fizikára gondol az ember, akár mondjuk a csillagászatra, vagy kozmogóniára, bármire, ott azért nagyon-nagyon mélyen bele kell menni ahhoz, hogy az ember találjon egy olyan problémát, amit úgy eséllyel, tehát föl lehet tenni, és eséllyel meg lehet válaszolni. Persze a fejben azt nem részletezte, hogy igen, azért ezek a problémák azért szintén elég nehezen megoldhatók, de minden esetre azért a fizikusok számára volt egy csomó nyitott terület. Egyébként ez onnan is kiderült, hogy hát ez nem közvetlenül akkor, hanem mondjuk akár egy-két évtizeddel később is az ember a pályatársaival találkozott, és nagyjából ebben a 70-es években kezdődött az, hogy nagyon sok fizikus mondjuk elkezdett fotoszintézis kutatással foglalkozni. Ugye hát ugye a fényenergia hasznosítás, a mikéntje az a fotoszintézis, tehát ugye a napfény energiában hogyan lesz élet. Van is egy ilyen alapítványunk, aminek azt a nevet adtam, hogy élet a fényből, és ez egyébként tényleg kifejezi azt, hogy mi is a fotoszintézis. Tehát a fotoszintézis rendkívül fontos folyamat, és rendkívül összetett, ugye egészen a fény elnyelésétől, annak a kémiai energiával alakításáig, rengeteg és nagyon különböző disziplinákhoz tartozó folyamat játszódik le, ugye tiszta fotofizikától, fotokémiai, biokémia, molekuláris biológia, élettan, fejlődés és így tovább. Tehát ez rendkívül összetett folyamat, és hát ebben kerestük a helyünket, és ebben próbáltuk a kutatásainkat elhelyezni. Most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy ugye az egyik sziget, ugye az ötös kollégiumot egy szigetnek éreztem akkor, amikor ott voltunk, mert abszolút politikamentes volt, ténylegesen csak arról szólt a dolog, hogy ki mit csinál, és az érdekese valakinek, vagy ő magának érdekese, vagy szereti azt csinálni, és csinálja is, meg, és így tovább. Nagyjából ugyanez az elvárás volt az SBK-ban, és tehát a Szegedi Biológiai Központban. Hála Strabe Bruno alapító igazgatónknak, ugye akiről közismert, hogy hát egyrészt később ugye államelnök is volt, de hát rendkívül nagy biokémikus volt, Szentgyörgyi talán a legjobb tanítványa volt, és hát szerencsére a hazai tudománypolitikában is meghatározó egyeniség volt, és tehát az ő szellemét, meg még az ott lévő szeniorok, Farkas Gábor, Falu Dániel, Ágnes, Garai András, később Keszthelyi Lajos, és még sorolhatnám többeket, tehát ők is ténylegesen ezt képviselték, hogy amit elvárnak tőlünk, az a munka, amit elvárnak tőlünk az, hogy nemzetközileg mérhető teljesítményt tegyünk le. Ehhez persze megteremtettek olyan feltételeket, amik Magyarországon akkoriban hát mondjuk úgy, hogy kivételesek voltak. Tehát ha úgy tetszik, itt is egy kicsit el voltunk kényeztetve, aminek természetesen mi örültünk, de hát azért ennek olyan értelemben ára volt, hogy azért kemény szelekció volt, tehát nem arról volt szó, hogy jött annyi, aztán szépen el lehet muzsikálni, itt egyenes keményen kellett dolgozni, de ez a kemény dolgozás, ez nem olyan volt, hogy valaki ott kellett álljon a háta mögött az embernek, hanem olyan emberek kerültek oda, vagy valahol ott is egy olyan közösség nevelődött ki, amelyikben megvolt a belső hajtóerő, tehát akik ténylegesen tenni akartak valamit, akik ténylegesen el akartak valahova jutni. Tehát ugye 70-es, 80-as évektől kezdődően azt gondolom, hogy az egész SBK is belül benne a mi munkacsoportunk is elért egyfajta nemzetközi rangot. Az SBK-nak lett egy hazai megbecsültsége, és azt gondolom, hogy Közép-Európában egy vezető kutatóintézet lett a szakterületen.
Ezt azt gondolom, hogy ezt a rangot azóta is sikerült megőrizni, többek között csak utalni az egész SBK-nak a Center of Excellence rangjára, amit az EU-tól kaptunk, tehát ez a státuszunk a mai napig megvan, de ugyanígy nemzetközi bíráló bizottságok és átvilágító bizottságok jártak nálunk, akik egyes munkacsoportokat is megvizsgáltak, és hát ez is természetesen egyfajta odafigyelést jelent, tehát ez az odafigyelésnek nagyon nagy jelentősége van, tehát hogy sikerült ezt a rangot elérni az SBK-ban. És azt gondolom, hogy ehhez próbált az ember maga is igazodni. Tehát itt a fotoszintézisen belül, hát talán annyit még a fotoszintézisről mondanék, hogy ha máskor nem, az utóbbi 40 évben is persze fontos volt erről ezt a kutatást végezni, de most különösen fontos, hiszen tudjuk, hogy milyen környezeti katasztrófák fenyegetnek bennünket. Ugye a nagyon magas széndioxid kibocsátás, ugye tudjuk, hogy a széndioxid szintet jószerűvel csak a fotoszintézis tudja visszaszabályozni, tehát a széndioxidot ugye a fotoszintézis köti meg, és alakítja át szerves anyaggá, ez táplálja az egész Földet, a Föld bioszféráját. Azt is tudjuk, hogy az oxigénbandús atmoszférát is csak a fotoszintézisnek köszönhetjük. És hát energetikai szempontból is rendkívül fontos. Tehát a fotoszintézisben hasznosuló fényenergia az többszörös annak, legalább egy nagyságrenden nagyobb, mint amit az egész emberiség felhasznál. Tehát ez bőségesen fedezi a fotoszintézis, vagy fedezni az emberiség energiaigényét. Természetesen a helyzet azért nem ilyen egyszerű, mert sokkal egyszerűbb kibányászni az olajat és azt elégetni, csak hát ugye ennek vannak következményei. A másik dolog pedig, amit tudni kell, az, hogy a fotoszintézisből sikerült, tehát a fotoszintézis kutatások eljutottak arra a szintre, hogy ma már, ahogy szokták mondani, hogy a tervezőasztalnak, a tervezőasztal, a blueprintjét, nem tudom, mert milyen igazán jó szó van, de hogy igazából a fotoszintézis tervrajza szinte minden részletében, vagy nagyon-nagyon sok részletében ismerté vált, és ez az alternatív energiáknál rendkívüli módon felhasználható. Mert ezzel a kutatással foglalkoztunk, hogy az elmúlt 40 évben most már, és hát tényleg nagyon kitűnő munkatársaim voltak, még ennyit említsek meg, doktorandusaim vagy ösztöndíjasaim közül Hyderabadban, Trabzonban, Frankfurtban, Torontóban, Moszkvában lettek professzorok, a kitűnő munkatársaim és hát több kiváló ember is, még ezen kívül Magyarországon is tényleg kiváló emberek fordultak meg a laborban, akikre tényleg nagyon büszke vagyok, és akik nélkül nyilván nem érhettünk volna el igazi eredményeket. Minden esetre, tehát ezzel a területtel foglalkoztunk, és hát itt mondjuk nagyon részletekben nem szeretnék belemenni, mert nagyon, nagyon nehéz lenne ugye a háttér nélkül, vagy különösen ábrák nélkül elmagyarázni, hogy miről is van szó, de hát talán annyit talán el lehet mondani, hogy a szerveződésről, a szerkezeti flexibilitásról, tehát egy önszerveződő rendszernek a molekuláris felépítéséről tudtunk meg olyan részleteket, amiket tehát azért a világ számon tart valahol. Na most, hogy azért ebben nem voltunk teljesen outsiderek, azért azt talán a hazai
viszonylagos elismertségen kívül azért mutatja azt, hogy nemzetközi programokban mindig is részt tudtunk venni. Itt az Európai Tudományos Alapban éveken keresztül nagyon fontos szerephez jutottunk. Több iskolát is rendeztünk ebben a témakörben, sőt egy iskola típust azt tulajdonképpen Szegeden kezdtünk el, amit azután a fotoszintézis biofizikája program 7 éven keresztül végigvitt a teljes programon keresztül. A nemzetközi szervezetekben elég komoly szerephez jutottunk. Ugye mondjuk személy szerint én szerencsés voltam abban, hogy bevontak a Nemzetközi Biofizikai Társaságok kongresszusának a szervezésében, annak a főtitkára voltam 1993-ban. 1998-ban sikerült megszerezni a Nemzetközi Fotoszintézis Kongresszus rendezés jogát, amikor a fotoszintézis kutatók lényegében valamennyi laborból valami az a földrészről van valamennyi számottevő fotoszintézis kutató Budapestre jött, és hát itt sikerült őket vendégül látni, és egy kicsit azért a magyar kultúrába is beavatni, mert azért ez is a része a dolognak, legalábbis én fontos részének tartom ezt is. Nemzetközi iskolákat rendeztünk. Azóta is több európai programban benne vagyunk, különféle nemzetközi együttműködéseink vannak, Amerikától, Dél-Afrikáig, Franciaországtól, Japánig, és igazán én azt gondolom, hogy benne vagyunk a nemzetközi vérkeringésben. Talán a szakmáról még egy másik vonalatát el kell mondjak, valahogy úgy hozta az élet, meg a hazai tudományos kultúra, hogy a tudomány és az innováció, tehát a K+F, ugye a kutatás és fejlesztés, és ez igazából ez a K+F+I, kutatás, fejlesztés és innováció, ennek a lánca Magyarországon valahogy nincsen. Szóval, hogy mondjam, csak kicsit szakadozott ez a lánc, hogy nem eléggé kifejlett ennek a kultúrája. Ebben is egy kicsit feladatnak gondoltam, meg sokan az SZBK-ban, meg sokan Magyarországon a kutatók közül is feladatnak gondoljuk azt, hogy ebben is valahogy próbáljunk meg előrelépni. Tehát egyfajta kultúráját meg kell ennek teremteni, ez az SZBK-n belül is egyfajta feladat volt, egy darabig ennek ebben is részt vettem, meg a városon belül is volt egy ilyen városi közalapítvány a Szegeden, ahol az egyetemmel, SZBK-val, kutatóintézetekkel próbáltuk ezt kicsit serkenteni, azt gondolom, hogy azért némi sikerrel. Tehát magamnak is vannak olyan eredményei, vagy a munkacsoportomban is születtek olyan eredmények, amik azután szabadalmakhoz vezettek, és hát ezeket a szabadalmakat azután próbáljuk hasznosítani. Tehát nevezett spin-off kisvállalkozásokat hoztunk létre, ilyen kisvállalkozásokkal magunk is dolgoztatunk, tehát fejlesztésekben is részt veszünk ugyanakkor. Talán is teljesen sikertelenül. Ezt mutatja például, több nemzetközi kiállításon voltunk, Kínától, Koreáig, Zágrábtól, Németországig, ahol mindenféle díjakat sikerült összeszedni, és hát erre is bizonyos fokig büszke vagyok, meg hát nem szeretném, hogyha ez még tovább előre haladna. És azt gondolom, hogy a fiatalokban, tehát a következő generációban, vagy a most végző doktoranduszok között, meg már korábban végzett doktoranduszaim között is vannak olyanok, akik kifejezetten már ebbe az irányba indulnak. A mi generációnknak egy kicsit még az is a feladata, hogy
a kutatás mellett, amiben hát meg kell álljuk a helyünket egy nemzetközi porondon, és azt gondolom, hogy azért ebben nem vagyunk nagyon rossz helyzetben. Az a haszta feladatot is meg kell oldanunk, hogy egy kicsit elindítsuk az F és az I kultúráját is, és megpróbáljuk ezt is továbbvinni, és előre hallani ezen a területen. Ugye először is ugye talán a családom, honnan indultam, de arról már beszéltem édesanyámról. Azért azt gondolom, ebbe a körbe is szeretnék megemlékezni, mert tényleg rengeteget tett értünk, még azután is, miután már úgymond elindított bennünket a pályán. Egészen az unokák tényleg szeretetéig és mindent megtett értünk. A családi háttérről annyit szeretnék mondani, hogy azzal kezdeném a saját családom indítását, hogy 1972-ben ősültem meg, Puskás Katalin volt az első feleségem, és onnan két gyermekem született, Ildikó kicsi lányom, ezt szoktam mondani, és a nagyobb kisfiam Szabolcs, mind a ketten nagyszerű gyermekek. Ildikó egy gyönyörű kislány, nagyon sokáig a szépségiparban volt, tévéhirdetéseken és hasonló fellépései voltak, tényleg nagyon klasszul csinálta, most pályázatírással és hasonló tevékenységgel és menedzseléssel foglalkozik. Szabolcs kisfiam, Szabolcs kisfiam, és most már ugye 74-ben született, lassan ugye 37 éves elmúlt, de nekem azért kisfiam marad. Tehát egy rendkívül sikeres üzletember lett. A területi integrációs központoktól, tehát a TISZK-ektől, a digitális tananyag összeállításáig, az oktatás technikáig, informatikában, több egyéb vállalkozása is van. Egyszerűen megkérdeztem, hogy körülbelül hány emberrel dolgozott is, azt mondta, hogy olyan 200-300-al változóan. Én azt gondolom, hogy tényleg egy fantasztikus tehetséggel van emberekkel bánni, menedzselni dolgokat, és ténylegesen mindent helyére tenni, és lemenedzselni olyan dolgokat, amiket másnak nem is tudom. Tehát több vállalkozást úgy lemenedzselni, hogy egy embernek egy is sok lenne. Három gyermeke van, mind a kicsi lányomnak, mind pedig a nagyobb kisfiamnak. Tehát így már hat unokáról már be tudok számolni. A legnagyobb egyébként most orvos egyetemen kezdte, de nagyon könnyen lehet, hogy fizikusnak vagy biofizikusnak adja majd magát, mert rájött, hogy az érőt az egy kicsit jobban érdekelni. Hát ugye első feleségemtől 1977-ben, 78-ban most ezt éppen meg nem tudnám mondani, elváltunk. Azután mondjuk úgy, hogy talán néhány kevésbé szép év után nagyon jó kapcsolatban vagyunk azóta is, minden nagyobb ünnepet együtt ünnepelünk meg, és megtalálta a párját, egy nagyon rendes ember, Lázár Jánosnak hívják, aki egyébként a gyermekeimmel is nagyon kitűnően civil kapcsolatot épített, és tényleg mindent megtett értük, amit csak el lehet képzelni. Én is megtaláltam a páromat, most már 32. éve együtt vagyunk, Janikónak hívják a feleségemet. Ő jelenleg orvos természetgyógyász, amikor mi megismerkedtünk, akkor éppen az SBK-ban volt még kutató orvosként, azután gyermekgyógyász, gyermeksebész lett, de most már évek óta orvos természetgyógyászként
találta meg magát, és rendkívül sikeres ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy ténylegesen sikerült neki felépíteni egy olyan rendszer, amiben mind a két oldal, tehát az orvoslás, a hagyományos orvoslás és az alternatív gyógymódokat is sikeresen tudja kombinálni. Rendkívül sokoldalú, és hát mondanom se kell, hogy fantasztikus hátteret biztosít nekünk. Az ő kislánya Ágoston Zsófinak hívják, ő angol tanárnő lett, és tényleg én azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatunk alakult ki. Másfél-két éves kora óta ismerem, és ismerjük egymást, és én azt gondolom, hogy tényleg ahogy más nem mondja, hogy ő apának szólít engem, jó lehet, természetesen tudja, és az édesapja is megvan, és vele is nagyon jó kapcsolatban van, de erre én büszke vagyok, hogy ő így ismeri el. Ugyanúgy az ő három gyermeke, akik 5, illetve most már 6 és 10 év között vannak, tehát ők is ugye, a Győzi Tatának ismernek, tehát így akkor 9 unokáról tudok beszámolni, büszke vagyok rá, 9 unokából mellesleg 8 fiú, ezért a feleségem szokott is kicsit hibáztatni engem, mert én mondtam, hogy én majd 3 generációs foci csapatot szeretnék, hát ez most már összejött, még azért szoktunk is ilyen partikat rendezni, úgyhogy különösen ha elmegyünk egy ilyen úgynevezett Rambó buli az abból áll, hogy akkor csak a család fiú és férfi tagjai mehetnek, tehát az unokától a nagyapáig, és akkor hát ott természetesen ugye a nők nincsenek ott, a gyerekek éjjel-kettő, akkor még rohangálhatnak, és így tovább, mert szóval meg nem muszáj azoknak pont úgy lerakni, hogy az kéne, stb. Szóval nincsen az anyukának panaszkodni való, stb. Na, szóval lényeg az, hogy így most már 3 gyermekről beszámoltam, a negyedikről még nem. A negyedik kisebb, a kisebbik nagyfiam, de van a nagyobbik kisfiam, vagy a kisebbik nagyfiam Ábel. Ő Amerikában született, éppen amikor kint voltunk Amerikában, tanulmányot amit töltöttem, akkor született Urbánában. Ő jelenleg a PhD hallgató, matematikus, és hát egy tényleg én azt gondolom, hogy tehetséges, és remélem, hogy illetve biztos vagyunk benne, hogy nagyon jól meg fogja állni a helyét ezen a területen, és már a család alapítás előtt van, egy nagyon-nagyon kedves, aranyos kislánya, mennyasszonya, és így vagyunk egy szűk család, amikor szűk család vagyunk, akkor vagyunk szűk elhosszan, és hát szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy ilyen családot mondhatok magam.